hány gólt kell rúgni a válogatottba ahhoz, hogy saját táskád legyen? Hát az kinek egész. A monogramja? Hát igazából nekem csak egy nagyobb táskám van, úgyhogy azért kértem kölcsön, mert ez volt a praktikusabb most erre az útra, úgyhogy jó. De most megérdem ezt a saját táskát. Van sajátom persze természetesen, de hát ez a közepes méretű volt most ide, az ideális nekem meg csak kicsi van, meg nagy. Hogy emlékszel vissza a gólodra? Hát megmondom őszintén, annyira nem is pattogott ide-oda a labda, és ala kétszer is megpróbálta talán rálőni, aztán valahogy elén pattant, aztán csak bekotortam. Milyen érzés volt? Hát fantasztikus természetesen, gólt lőni mindig nagyon jó érzés, de hát a válogatott labda meg aztán extra. Ez milyen otca volt ennek, hogy te gólpassz adsz a Willinek? Hát fölmegyek, csinálom a dolgom, megmondják mi a dolgom a pontrugásnál. Egyébként a kavarodás után okosan nekem odafejelte és ment a hosszúra, úgyhogy nem mondom, hogy oda is akartad úgy. Variáció volt, de igen, tehát onnan láttam, hogy ketten jönnek ki rám, lőni nem tudok, ballal nem igazán. Megpróbáltam úgy betenni, hogy veszélyes legyen, és jó helyre ment, jó helyen volt, befejezte az akciót, úgyhogy... Ez a legfontosabb tényleg. Yeah, he gave me already one assist, I think, at home against Poland. So it was great for him to see me on the second post. I think we have a good connection also in the defense and also in the offense. Nem volt egyszerű mérkőzés. De úgy gondolom, hogy az első fél időben mi játszottunk jobban, annak ellenére, hogy ők szerezték meg a vezetést. Aztán sikerült megfordítanunk az eredményt a második fél idő. Hát igazából az már csak az eredmény tartásáról szólt, úgyhogy mindent megtettünk, küzdöttünk, úgyhogy úgy gondolom jobban akartuk a győzelmet, és el is visszük a 3 pontot. Nyilván őszintén szólva, ugye az eredménynek lehet örülni, meg az első fél időnek. A második fél időben azért akadtak nehézségeink, viszont a legfontosabb az mindig az eredmény, és nyilván ki fogjuk elemezni, meg ebből tanulunk, de nagyon boldog vagyunk, mert tényleg nagyon fontos győzelem volt ez, meg egy fontos lépés. És mondom még egyszer, szerintem nagy lépést tettünk a célunk felé, és szeretnénk ezt folytatni, ezt eltesszük a zsákba. Van egy meccs vasárnap, utána mindenki visszamegy, csinálja a dolgát szépen, és októberben megint megütközünk velük. It wasn't easy because we didn't have the control about the game. Serbia had a big pressure and they had some chances, but at the end it shows our mentality that we fight until the end, until the referee whistles, and at the end also Danish made a good game with some saves. At the end we won. Milyen volt a hangulat az öltözőben itt a meccs után? Természetesen nagyon jó. Nagyon nagy lépést tettünk a célunk felé, de hát azért még van 4 mérkőzés hátra, úgyhogy még semmit nem értünk el. Hogy látod a pozíciódat ebben a 9-es szerepkörben most Ádám Martinnal? Hát igen, mi ketten vagyunk úgy gondolom erre a 9-es posztra, hogyha klasszikus centerbe gondolkodik a mester. Nem tudom, jól éreztem a meccsen magamat, bár nem minden bírói döntéssel értettem egyet, azért itt az úgymond sztárokat azért előnybe részesítette, úgy gondolom, nagyon sok kétest inkább nekik fújt, mint nekem. De hát mindegy, ez most már a lényeg, hogy a 3 pontot elviszük.